Sziasztok! Én Kenéssel vagyok, szövőtextilműves szakirányon tanulok, ami a kézműves szakon belül van. Én a szakmát ezért csak fél éve tanulom még, és ennek folytán a legelejétől kezdtük el, és az előző fél éves munkámat mutatnám be most. És hát a nyári gyakorlaton tényleg valójában a legelejétől kezdtük, a gyapjúval, és nemezelni tanultunk. Ugye ez a gyapjú még elemi formájában való felhasználása, és ezzel alakítottunk ki anyagot, és illetve már formát is egyből. És ötvöztük a gyapjút, én például itt sejem anyaggal. És lépésről lépésre haladtunk a tanév folyamán, eleinte a kézműves egyszerűbb technikákat tanultuk meg, ezzel kapcsolatban pontosan volt egy tervezési feladatunk is, amire én egy plasztikát terveztem. Ez a kézi szalagszövési, madzagszövési technikának a szerkezeti vázát mutatja meg térben. Ezután elkezdtük a népi szövési technikákat tanulni, hagyományos technikák, mindegyikből kellett egyet készítenünk, majd alternatív anyagokkal ugyanezeket a technikákat megismételni, és ebből jöttek létre ezek az anyagok. Ezt például egy pántoló szalaggal csináltam, és ez egy csavaros technikával készült, megtekertem az anyagot, ahogy beszőttem, így plasztikussá vált az egész felület. És nagyon élveztem az alternatív anyagokkal való dolgozást, mert egyfelől jobban megmutatja, én azt gondolom, a szövetnek a szerkezetét. Másfelől pedig megváltoztatja az egész szövet képét. Itt is tamillal és dróttal dolgoztam, ami szintén egy kicsit megemeli a fonalakat. Ez egy azsúros technika, ami hát egy áttört technika, és ráadásul egy átlátszó anyagot raktam be, ami még inkább hatásosabbá teszi. És akkor a tervezési feladatunk pedig a fél évben, hát nálunk ez úgy zajlik, hogy az egyik fél évben tervezünk, és a másik fél évben kivitelezünk, mert ez egy hosszú folyamat a szövésnél, és egy tájegységből kellett kiindulni, én a rábaközi tájegységet választottam, annak is a hímzéseit, és az egyik hímzés egyik eleméből indultam ki, és digitálisan torzítottam az alapminta elememet, majd soroltam, és ezekből alakultak ki a minták. Nagyon fontos volt a tervezés folyamán, hogy textilszerű hatása legyen már a terveknek is. Ez azért is lényeges, mert ha egy megrendelőhöz odaviszem, akkor hatásosabb, és ő is az alapján tud dönteni. Photoshop különböző opcióit használtam ennek érdekében. Majd a színekkel is elkezdtem foglalkozni. Itt szintén azért, hogy textilszerűbb hatása legyen az egésznek, egy kézi vonalas festést raktam be háttérként, amik a fonalakat jelölik. Próbáltam olyan színvilágot létrehozni, ami egy kicsit hozzám is közel áll, de harmonizál és érdekes is. És erre a tervezésre az előző fél évben egy próba darab született. Ez a bogyózás technikával és szintén gyapjúból csináltam meg. És hát ezt a feladatot ebben a félében folytatjuk, még különböző anyagokat próbálunk ki, illetve majd a végső kivitelezést is most fogjuk megcsinálni. Igen.